Advent harmadik vasárnapjához érkeztünk, amikor kaszalunkon meggyúl a harmadik, a rózsaszínű gyertya lángja is. És ez alkalommal nagy tisztelettel köszöntöm Szegvár nagyközség polgármesterét, Gémes László polgármester urat, Lukács Istvánné alpolgármester asszonyt, valamint nagy szeretettel köszöntök mindenkit, akik eljöttek adventi ünnepségünkre. Advent harmadik vasárnapja az öröm vasárnapja. A rózsaszín az örömnek a színe. Mindannyian készülünk egy nagy örömteli találkozásra a Jézussal, illetve a szeretteinkkel való találkozásra. De mi is az öröm? Mi a boldogság? A jelen században az öröm hol lelhető fel? Ezekre a kérdéseinkre Aranyosi Ervin Gyújts tüzet lelkedben című verse adja meg a választ. Erőtlenül süt a téli nap sugára, hidegtől búsuló bánatos világra. De vajon a szívek, azok is befagynak, átadják magukat a bénító fagynak? Kéményekből lassú füst száll föl az égre, válaszul a hideg téli ridegségre. Kályháknak melegét átveszi-e a szívünk? Van-e reménységünk, mert jó lenne hinnünk? Hinnünk a csodában, ami biztos eljő, amit nem takarhat el néhány hófelhő, ami másokra is szeretetet áraszt, hogy érzéseinkre kapunk-e majd választ. Közeleg az ünnep, a napok gyorsan telnek. Gondolsz-e azokra, kik utcán telelnek, kiknek mások szíve nem nyújt menedéket, mondd csak, az ő létük megérint-e téged? Áruházak, bankok most mind gazdagodnak, az ünnepi fények szépen fölragyognak, s nem látod azokat, kik árnyékban élnek, hiszen elvakítanak téged is a fények. Álszent a csillogás, hiszen fáznak a lelkek, akik melegséget, megnyugvást nem lelnek, akik magányosak, s nem értik a létet, kiket nem kényeztet örömmel az élet. Hol van a szeretet e kihűlt világban, a gyertya fényében, a fenyőfa ágban? Drágán vett holmikban, ami nem is kell talán, vagy villódzó fényű, feldíszített fejfán? Hiába a külső, díszes megjelenés, a kihűlt szívekben a jó érzés kevés. Hogy kovácsolsz össze szétesett családot, ha csak a pihenést, a nyugalmat várod? Kihűlt a szeretet, nincs ki melegítsen, elárvult lelkeket jó kedvre derítsen. Evésről, ivásról szól csak a karácsony, s a magány sok rabja nem lát túl a rácson. Van-e tűz szívedben, ami melegítsen, magányos szíveken, éhezőn segítsen? Szeretett tüzével olvaszt föl világod, segíts most a napnak, gyújts szeretet lángot. Szórd szerte mosolyod, jó szavad emeljen, hogy az árva lélek is életre keljen, hogy remény szülessen Jézusunk nyomában, szeretet ébredjen tüzettől a mában. Gyújts tüzet lelkedben, és őrizd a lángot, hadd tegye fénylővé széppé a karácsonyt. Okozzon örömöt a fény születésem, s engedd, hogy mosolyát a szívekbe véssem. Úgy gondolom, kedves jelenlevők, hogy csak akkor tudunk örülni, ha mások életében is örömet szerzünk, és csak akkor tudunk igazán
boldogok lenni, ha másokat is boldoggá tudunk tenni. E bevezető rövid gondolat után felkérem Gémes László polgármester urat, hogy ossza meg velünk adventi gondolatait, és gyújtsa meg adventi koszorunkon a harmadik gyertyát. Tisztelt karácsonyváró közönség! Szeretettel köszöntök mindenkit Szegvár főterén, advent harmadik vasárnapján. Szorgos kezek munkája által 6. éve rendezzük meg faluban az adventi gyertyagyújtásokat, itt a Szökőkútnál, egy új közösségi szintéren. Ezek a hangulatos vasárnapok hozzájárulnak ahhoz, hogy jobban ráhangolódjunk szeretett ünnepünkre, a karácsonyra. Advent várakozást jelent. Megtanít kicsit lelassulni, a hétköznapok forgatagát kizárni, kicsit magunkkal, szeretteinkkel foglalkozni. Míg egész évben tesszük a dolgunkat, szaladunk a munkánk után, türelmetlenül állunk sorban a boltban, a postán, most ezekben a hetekben időt tudunk szakítani egymásra. Egy évnyi készület van ezen a 4. héten, vagy ezen a 4 héten, hogy minden a helyén legyen. Szent este, mikor rendrendesül a körülöttünk lévő világ. Ilyenkor megkérdezzük magunktól, vajon milyen volt ez az év, megtettem-e mindent a szeretteimért. Egy kis számadás van a lelkekben, hogy ha elmulasztottunk is valamit, azt hogyan tudnánk orvosolni. Advent valódi üzenete az, hogy a 4 hét alatt készüljünk fel a valódi csodára, a teljességre, hogy méltóképpen szívünkbe tudjuk zárni a valódi szeretet ünnepét. A 3. adventi gyertya lángja robban ma fel. Advent 3. vasárnapja, az öröm vasárnap, színe a rózsaszín. Találkozás azzal, akire már annyira várunk, örömmel tölt el. Mi is az igazi öröm? Minek örülünk a legjobban? Tehetjük fel magunknak ezt az elgondolkodtató kérdést. Örülünk egy utazásnak, egy jutalomnak, egy szép ajándéknak, de ezek csak pillanatnyi örömök, hiszen az utazás véget ér, a jutalom árát elköltjük, az ajándék idővel elromlik. Advent rávilágít az egész éven át tartó örömre, arra, hogy lássuk meg mindennapjainkban a szépet és a jót, és ez adjon lendületet egész éven át. Advent második fele következik, még egy hét, és beköszönt az igazi csoda, a várva várt, a meghitt szeretet ünnepe. Ebben az időszakban megváltozik minden. Beköszönt a hóesés, mely fehérségével, puhaságával megszépít mindent. Kitakarítjuk otthonunkat, feldíszítjük a nappalit, előkerülnek a kis mécsesek, melyek fényességet, melegséget sugároznak. Az utcákon is egyre több fényfüzérrel találkozunk. A főtereink is fényárban úsznak. Az ünnepi menü ízét is már a szánkban érezzük. Lelkünkben érezzük a mély, egész éven át tartó szeretetet. Egy rádióban felcsendülő karácsonyi zene boldogsággal tölt el. Ezek a kis ráhangolódások örömforrásá válnak számunkra és mások számára is, mely elővételezi a karácsony tiszta örömét és békéjét. Mi a karácsony üzenete? Miért is szentebb ünnepünk, mint a többi ünnep? Miért várjuk a karácsonyi ünnepeket sokkal jobban, mint a többi ünnepet? Talán azért, mert minden életkorunkban mást jelent, másképp varázsol el, és ezáltal mindig új arcát mutatja. Kisgyermekként egy kis felmentést adott az iskolapadból, Jézuska meghozta az áhított autót vagy a babát. Felnőttként pedig elhoz az együtt töltött időt, a nyugalmas, az egyrásra figyelést. Jó látni gyerekeink örömét, jó átélni gyermekeink által a régmúlt karácsonyokat, mikor még mi is csengőszóra vártunk, és kigyulladtak a karácsonyfa égősorai. Ezekkel a gondolatokkal gyújtom meg a 3. adventi gyertyát, az öröm gyertyáját. Minden jelenlévőnek, minden szegvári lakosnak, erdélyi és lengyel barátainknak áldott, békés karácsonyi ünnepeket, egészségben, boldogságban gazdag új esztendőt kívánok. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Köszönjük, polgármester úr, megtisztelő, szeretetteljes szavait. A betlehemezés vallásos népi játékként egykor a karácsony előtti napokban, templomokban jelenítettek meg. Manapság is sok helyen, ahogy itt Szegváron is, élő népszokás a betlehemezés elsősorban faluhelyeken, ahol betlehemes fiúk és betlehemes lányok járnak házról házra. A szegvári betlehemes szereplők nem járnak házról házra, de most annál nagyobb szeretettel adják el önöknek Jézus születése történetét. Kérem, tekintsük igen nagy figyelemmel. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt van újra szép karácsony, megszépült a szeretet. Angyal szívvel éneklünk, várjuk már az ünnepet. Örülünk, mert fölragyogott Betlehemnek csillaga. Isten elküldte a földre egyik fő angyalát, hogy vigye el a jó hírt, jön már a nagy király. Gábor angyal elszáll, Názáretbe röppen, belép egy kis házba, hangtalanul csöndben. Mária lakik ott, Józsefnek jegyesem, Isten szeretettel van tele a lelkem. Napjai imában és munkában telnek, tisztaság és jóság mindent megszentelnek. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, égi atya előtt te nagyon kedves vagy. Elküldök most hozzád, jó hírt hoztam neked, és üzek közül kiválasztott téged. Jön már a megváltó, s Isten azt akarja, te légy a fia, kedves édesanyja. Köszönd meg ezt az égi jóságot, amit küldött az atya. Köszönöm, jó angyal, hogy hozzám eljöttél, kedves szavakkal engem köszöntöttél. Repülj gyorsan vissza az egek urához, borulj le előtte égi trónusához. Mondd meg, kész a szívem, és mindent megteszek. Bár nem vagyok méltó, hogy Isten anyja legyek. Körülveszem én majd anyai gondommal, vezetgetem útján segítő karommal. Magasztalja lelkem az én Uramat, örvendezve élek szárnyai alatt. Szolgálója lettem, s lepillantott rám, alázattal zengi dicséretét szám. Ami velem történt, nem volt soha még. Boldognak mond engem minden nemzedék, nagyot művelt rajtam hatalmas keze, jóságában százszor szent az ő neve. Dicsőség az Úrnak, áldjuk az atyát, fiút és a lelket századokon át. Tudom, hogy mit adtál, töv is koronát. Áldott légy ma értes minden koronát. Kedves jövegyesem, nagyon rossz hírt hoztam. Ezt a csendes házat holnap el kell hagynunk. A római császár megparancsolta, népszámlálás legyen az egész országban. Mindenkinek el kell oda menni, ahol valamikor születtek ősei. Készüljünk hát gyorsan, induljunk el hamar, hogy időben ott legyünk. Messze van Betlehem, s nagyon sokan lesznek, akik oda mennek, mind szállást keresnek. De azért remélem, nekünk is jut majd hely, ahol megpihenhetünk, hisz van sok jó ember. Befogadnak minket, meleg helyet kapunk, ahol majd békésen, csendben megalhatunk. Aki befogadja,
József, nem bírom másoká, majd összeroskadok. Leszállt már este, hideg van, sötét van, s nem találtunk szállást sehol a városban. Betlehem, megérkeztünk Józsefem. Karácsonynak éjszakáján, kopogtatnak minden portán, de a város tel is telem, szegényeknek nincsen helye. Nagyon kérem, jó uram, hogyha egy kis szív van, fogadjon belé erre, ha nem lennénk a terhére. Hogy gondolja, jó uram? Késő éjjel felzavar? Nincs itt szállás, menjen el! Most Mária, mit tegyek? Próbálkozzunk máshol. Valaki jó emberek, fogadjátok a kis tedet, házatokra szent áldásnál, a betér az égi király. Názáretből jöttünk az összeírásra. Talán befogadnál ezen éjszakára? Ered csak! Az én házam is megtelt. Nincs már hely. Tudom, s bevallom, hogy fáj ez nekem nagyon. Nem adott szállást, se ismerős, se rokon, már szegények vagyunk. De ne búsulj, Mária! Jó mennyi atyánk, vigyázz ránk, majd utat kísérhet nekünk. Ezért a sötétben fáradtan újra elindulnak. Nehéz dolguk lesz, mert a pusztában nem laknak emberek, nincsenek házak sem. Csak szegény pásztorok tanyáznak kint az éjjel, halovány pásztortűzük hinti szelit fényét szertesz éjjel. Munka után megpihennek, napi munkájukról csendben beszélgetnek. Közben hozzájuk érkezett Mária és József. Mivel a városban nem esett meg rajtuk senkinek a szívem, ezért a pásztorok segítettek. Van egy barlang valahol, hogyha kicsit gyalogoltok. A város szélén bal felől, ne féljetek senkitől. Az ég volt. Ma szebben ragyognak a csillagok. Istenünk, köszönjük neked ezt a csillagos éjszakát! Aludjatok pásztortársak, lágyan, csendesen! Az álom szárnyán a lélek száll, és kinyílik a csillagos menny. Kire vártunk oly epedbe 4000 éve, hozz le nekünk, Istenünk, megváltónkat e bűnös földünkre. Az bizony jó lenne, ami azt még megélni. Én viszony meglássam, férföldeket nem. A pásztorok nyugovóra tértek. Éjfélkor hirtelen meghasad az ég, elönti a földet hatalmas fényesség, sebes szárnyú angyal sok-sok száll a földre, boldog énekükkel, Istent dicsőítve. Lássátok, Istennek fiai.
Hely, pásztorok, figyeljetek! Ébren vagyok, vagy álmodom? Valóság ez, vagy álom? Hé, pásztorok, hallottátok? Angyalok szóltak mi hozzám. Milyen fény van az égen? Nem láttam ilyet régen. Istenem, teremtőm, már sok évet megéltem, de hogy angyalt lássak, sohasem reméltem. Láttátok az angyalokat? Én még az éneket is hallottam, ami megmelengedte a szívemet. Ó, hála! Hála! Megszületett a világ messiása! Menjünk imádni őt! Nézzétek csak fent az égen! Most gyújt ki egy csillagépet! Hű, de fényes! Hogy integet? Menjünk, az majd elvezet! A pásztorok elsiettek, megkeresték a kisderet. Tiszta szemük, hogy ragyog! Elmennek a pásztorok! Betlehem istállóban szalmán fekszik ágy helyett, s szendereg egy kisgyerek. Pólyával betakarjam, énekével elringatjam, édesanyja Mária. Megérkeznek a pásztorok, megpillantják Józsefet és Máriát, karján az édes kisderet, kinek mosolyából merítenek szeretetet. Drága kicsi messiás, életünk reménye, először köszönt a pásztorok hű népe. Köszönjük, hogy eljöttél közénk, hogy megváltsd a világot. Üdvözlünk, nagy király! Világ megváltója! Kis báránykát hoztam, vedd szívesen tőlem. Az egész világnál drágá vagy te nékem. Tied e kerek sajt, kicsi Jézus, nézd meg! A legszebb, legfrissebb, én ezt hoztam néked. Szorgalmas méhecskék gyűjtötték-e mézet. Kicsi Jézuskám, én ezt hoztam néked. Édes is Jézuskám, én a legkisebb vagyok, semmim sincsem, de szeretlek nagyon. Fogadd el tőlem szerető szívemet, érted abok mindig, ameddig csak élek. Kedves jó pásztorok, köszönjük ajándékaitokat. Az újszülött kisded vezérelje további utatok. Ó Istenem, köszönöm, hogy megengedted élnem ezt a napot. De mintha idegenek közelednének. Vajon kik lehetnek, és honnan jöttek? Közben napkelet felől három király, Gáspár elől, aztán Menyhért s Boldizsár ajándékkal indul már. Hosszú útjuk során a csillagfényt követték. Köszönöm, kérlek, hogy szeressenek örökségre. Adjad azt is, hogy szeretetem a köszönöm, kérlek, hogy szép Jézus a jászolgál. Íme, többnyét hoztam, mert Isten vagy nekem. Imádom, hogy adjad, kérlek, hogy én is imádjalak most, és mindig. Adjad azt is, hogy imádjálom. Ó, szép Jézus, gyönge gyermek, én mirhát hoztam neked, mert
megváltozhat, szenved értünk sok keserrel. Egyet kérek én is, békén küldjem a sok keserrel. Köszönjük, hogy a kis Jézus áldozatszületésén velünk örültetek. A jó Isten odafönn az égben, ne feledjen el titeket. Adjon nektek boldogsággal teljes életet. Üdvözlégy, kis Jézus! Szeretett királyom! Hozd békét és áldást sok magyar családra! Szent Karácsony napján ne sírjon majd senkim, töröld le a könnyet, szent szívedet tárd ki. Mi is téged kérünk, békességnek királya, epedre vár rád híreidnek nyája. Térdre hullva kérünk, ím előtted állva, boldog karácsonyt hoz a magyar családra. Meghatódottságomban, szavakat nehezen találva, mondok köszönetet az önök és a magam nevében Rácné Purgel Ilonának, aki a sok elfoglaltsága mellett nagy örömmel fogott neki szereplőket toborozni és összeállítani az imént meglátott csodálatos műsort. Ugyanakkor köszönet illeti a szereplőket is, hogy a szeretettel, áldozatot nem ismerve elfogadták erre a betlehemes játékra a fölkérést. A szervezőnek és a szereplőknek jó egészséget, sok örömet, sok erőt és meghitt ünnepeket kívánunk.